A diákokat és azok szüleit várták a szervezők május 20-án a 17. kerületi Kossuth Lajos általános iskolába, ugyanis idén először tartott családi napot az oktatási intézmény. A megjelenteket Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője köszöntötte, aki beszédében egyebek mellett megköszönte a pedagógusok munkáját. Én szeretném megköszönni igazgató úrnak és az iskola pedagógusainak, hogy gondjukat viseli a diákoknak, nem csak tanórákon, hanem a tanórákon kívüli, nagyon színvonalas, különféle művészeti, sport és tudományos területeken végzett kiegészítő, felkészítő, kedvcsináló foglalkozásaikkal. És azt kívánom, hogy ez az iskola továbbra is legyen Rákoskert szíve, a rákoskerti közösség szeretettel jöjjön mindig ide, hiszen itt vannak olyanok, akik ma már szülők, de korábban ennek az iskolának a padjait koptatták. A rendezvényen Horváth Tamás polgármester, Hatvani Zoltán és Timmel Eder Rákoskert önkormányzati képviselői, valamint Lengyel-Fehér Gyöngyi, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgató helyettese szakmai vezetője egyaránt tiszteletét tette. A szervezők számos programmal készültek, a diákok például műsoros összeállítással, de több szervezet is kitelepült az udvarra, így különféle bemutatókon és előadásokon is részt vettek az érdeklődők. Csébi András, a Kossuth Lajos általános iskola igazgatója elmondta, a hagyományteremtő szándékkal életre hívott esemény egy jótékonysági alkalom is egyben. Ez egy jótékonysági rendezvény, az alapítványunkkal közös szervezésben, és a jótékonyság pedig azt jelenti, hogy van nekünk egy napközis udvarunk, amit ezzel szeretnénk tovább fejleszteni. Tehát mindaz, amit itt az alapítvány majd bevételként ugye elkönyvelhet eredményként, azt erre a térburkolásra szeretnénk fordítani. Meglátjuk még, hogy mi mindenre tudjuk. Az esemény keretében átadásra került az intézmény felújított tornaterme, amint Csébi András igazgató rámutatott, a fejlesztése a Kelet-Pesti Tankerületi Központ, Rákosmente önkormányzata és a tanintézet közös kezdeményezésének, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának köszönhetően valósult meg. 22. novemberében kezdődtek a munkák, ugye alapvetően nyilászáró csere, akkor szendvics panelek körbe, álmennyezet kialakítás, az alsó szinteknek a festés mázoló, bejárati ajtócserék, tehát nyilászáró csere, illetőleg az itt látható mellettem lévő nyaktagnak a részleges felújítására is sor került. Ez tartott 22. novemberétől 23. áprilisáig. Hozzátette, a tornaterem korszerűsítése a tervek szerint tovább folytatódik majd, ugyanis már beadásra került egy második körös pályázat is, melynek keretében az elképzelések alapján az öltözők, a szertár és a terem padlózata újulna meg.